Köszöntöm a Sopron TV valamennyi kedves nézőjét, Önök a Hajrá Sopron 2021-es októberi harmadik adását látják. Mai adásunkban beszámolunk a Sopron Basket Győr találkozóról, majd beszélgetést láthatnak a klub képviselőivel, ezt követően összefoglalót láthatnak a Sopron KC Nyíregyháza mérkőzésről és az új Fertőrákosi futballöltöző átadójáról. Jó szórakozást kívánunk! Az ötödik forduló záró mérkőzésén a Sopron Basket 67-43-ra győzte le az Uni Győr mélyút gárdáját. A hazaiak végig kézben tartották a meccset. Pontszegény játék, de annál nagyobb küzdelem jellemezte a megyei rangadó első negyedét. Gabby Williams büntetőivel a Sopron került előnybe, melyre Véninger virág válaszolt. Az első szakasz feléhez érkezve Neven a Jovanovics 5 pontjával 7-2-re megugrottak a soproniak. Az első szakaszt Abby Gaye és Gabby Williams találatai zárták, amivel 11-9-re fordított a Sopron. A játékképe a második negyed elején sem változott, 2 percen át mindössze Határ Bernadett egy zicserének tapsolhatott a publikum. A folytatásban büntetőket is értékesített a soproniak centere, melyre Dombai Réka felelt. A különbség a második negyed közepén 15-11 után ugrott meg a felek között, végül Fegyverneki Zsófia büntetőivel 24-13-nál lépte át először a lélektani 10 egységet a differencia. A félidő hajrájában azonban kétszer is megvillant távolról a házigazda, előbb Gabby Williams, majd Neven a Jovanovics volt eredményes. Ennek megfelelően 20 perc után már 32-17-re vezetett a Sopron. A harmadik negyed első találatát Neven a Markovics szerezte, de folytatva az előző szakasz sorozatát ismét egy soproni tripla érkezett. Ez Varga Aziz nevéhez fűződött, amivel 35-19-re alakította az eredményt. A harmadik szakasz feléhez közelítve Határ Bernadett és Dombai Réka léptek elő főszereplővé. A különbség 14-18 pont között állt be a felek között. A Sopron 42-24-nél támadhatott a 20 pontos vezetésért is. A záró szakaszban már nem volt kérdés a győztes kiléte. Varga Sára és Varga Alice tripláival a játékrész első percében 52-30-ra lépett el a Sopron. Ez volt a legponterősebb negyed. Mindkét oldalon lazultak az addig rendkívül szigorú védekezési vonalak. A hajrában a szakvezetők úgy alakították a rotációt, hogy minden nevezett játékos pályára kerüljön a csapatoknál. Soproni oldalon mindenki szerzett pontot. Végül 67-42-es győzelmet aratott a Sopron. A jó védekezés, illetve kicsit dekoncentráltság jellemezte a csapatokat. Én azt gondolom, hogy ez igaz, és nyilván melyik szempontból, milyen szempontból vizsgáljuk a dolgot. Saját szempontból vizsgálva, én azt gondolom, hogy ma is egy jó védekezéssel rukkoltunk elő, és támadásban kevésbé voltunk pontosak. Nagyon sokszor továbbadtunk labdákat, amelyeket nem kellett volna, vagy üres helyzeteket nem olyan százalékkal értékesítettünk, mint ezt mondjuk tettük a korábbi mérkőzéseken. Ez részben érthető, hiszen nyilván egy ilyen sorozat terhelésben, amiben van a csapat, belecsúszik ilyen mérkőzés, de ez akkor csak csapódjon le a támadáson, és a védekezés az legyen ilyen fix. Úgyhogy emiatt jár a gratuláció a csapatnak. Az együttes legközelebb a csatával mérkőzik meg vasárnap. Hölgyeim és uraim, kosárlabdával folytatjuk. Az idei szezont is remekül kezdte a Sopron Basket női kosárlabda csapata. Éppen a hétvégén egy megyei rangadót nyert magabiztosan. A szezonról, a tervekről, a célokról is beszélgetünk a mai műsorban. Nagy tisztettel köszöntöm Török Zoltán ügyvezetőt, illetve Gáspár Dávid vezetőedzőt, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük. És időről időre beszélgetünk erről a mondhatni fantasztikus csapatról, mert Sopron Basket, én azt gondolom, hogy évek óta nagyszerűen teljesít, és most úgy jöttetek ide a stúdióba, hogy egy megyei rangadót nyertetek meg, ami mindig jó érzés. Én azt gondolom, hogy kezdjük ezzel. Milyen volt a Győr elleni találkozó, hogyan értékelnétek? A presztízs csata volt, és eként fogtuk fel a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy ennek megfelelően ilyen elánnal és energiával ment ki tegnap a csapat játszani. Aki kilátogatott, az láthatta, hogy
mindkét csapat komoly erőfeszítéseket fektett a mérkőzésbe. Szerintem nagyon sok esetben fizikális volt. Néha már azt lehetett érezni, hogy talán kevésbé élvezetes a mérkőzés emiatt. Sokkal inkább a védekezés dominált, mint a kombinatív, látványos támadójáték. De igazából minket ez nem zavart, mert ugye az egyik alapfelfogásunk és az egyik legfontosabb faktorának a játékunknak azt a védekezést tekintjük. És az, hogy a tegnapi nap folyamán egy kicsikét a csapat pontatlanabb volt, vagy ritmustalanabb volt támadásban, ezt én azt gondolom, hogy bármikor el tudjuk nézni, hogyha ilyen szinten tud teljesíteni védekezésben. Úgyhogy örömteli volt, az is örömteli volt, hogy nagyon sok néző jött ki, és ismét lehetett érezni azt, hogy ott állnak mögöttünk, és támogatnak minket, mi megbízunk benne, hogy jól szórakoztattuk őket. Zoli, neked hogy tetszett a mérkőzés? Azt hiszem, a Gáspi nagyon jól összefoglalta, nehéz bármit ehhez hozzátenni. Éveken át egyébként én azt néztem, hogy vagy mondhatni, hogy Győr volt az egyik legnagyobb rivális, még biztosan most is az, de azért számolni kell mondjuk a Szekszárddal, meg egy-két csapattal. Az idei évben lehet már látni azért, hogy ki tudja megszorítani a Sopron Basketet hazai mezőnyben? Mindig születnek új riválisok, és ezek a riválisok folyamatosan évről évre szorongatnak bennünket. Hol délről, hol kicsit keletebbről, hol nagyon keletről, az ország különböző pontjairól. A mi filozófiánk az, hogy alapvetően saját magunkkal foglalkozunk, és a saját magunk dolgai a fontosak, kevésbé az, hogy kik a kihívók. A kihívók azoknak az a dolga, hogy kihívók legyenek, a címvédőnek vagy a favoritnak pedig az a dolga, hogy önmagával foglalkozzon és próbálja saját magát a legjobb karban tartani minden téren. És a vezetőedzőhöz fordulok, mert hogy ugye az volt a koncepció, hogy mindig mérkőzésről mérkőzésre kell haladni. Azt gondolom, hogy ez egy csapatnál már ez egy profi szemlélet, de hogyha most már pár mérkőzésen túl van a csapat, azért lehet látni, hogy a Sopron Basketnak mik lehetnek a céljai az idejében? Természetesen, hát én mondom, hogy természetesen egy bajnoki cím, meg egy magyar kupa győzelem, de azért ez nem olyan egyszerű. Így van, pont abból kiindulva, amiről az előbb szó volt, hogy rengeteg a kihívónk, és nyilvánvaló mindenki meg akar szorongatni minket, ami teljesen normális és természetes, erről szól a sport. Szerintem ezen a téren úgy szintén úgy vagyunk, mint az elmúlt években, hogy a saját teljesítményünket próbáljuk minél magasabb szintre fokozni, minél minőségibb munkát leadni a játékosoknak, és feszegessük a határainkat. Hogy ebből milyen eredmény születik, ezt nyilvánvalóan mi exaktó sosem határozzuk meg, hanem szeretnénk azt látni, hogy minden egyes mérkőzés után mind az edzői stáb, mind a játékosok bele tudjanak nézni a tükörbe, és elmondhassuk, hogy a maximumot és a legjobb tudásunk legjavát adtuk. A korábbi években ezek nagyon szép eredményekben testesültek meg, nyilvánvalóan szeretnénk idén is ezt a munkát elvégezni, és majd meglátjuk, hogy ezek milyen eredményekben, címekben fognak megnyilvánulni. Így, hogy ismerősi körökben beszélgetek a női kosárlabdáról, akkor mindig felmerül az a gondolat, hogy itt van a Török Zoli, és majd megerősítetek vagy sem, aki nagyon ért ahhoz, hogy hogyan kell összerakni egy csapatot, egy jó keretet. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ilyenkor az edző, ami mondjuk most összeállt keret, meg az ügyvezető mennyire dolgozik össze? Hát ez nem a Török Zoli múlik. Nyilván a Török Zoli egy fontos alkotó eleme, mint ahogy az aktuális vezetőedző is mindig egy fontos eleme. Jelen esetben most már harmadik év óta Gáspár Dávid, és ennek egy nagyon egyszerű menete van. A közösségi bölcsességnél nincs jobb. Nyilván a végén valakinek felelősséget kell vállalni egy csapat összetételért, az nyilvánvalóan én vagyok ebben a
a pozíciómnál fogva, de mi úgy építünk csapatot, hogy hát én nem is tudom, hogy hányszor órákon keresztül rágunk át egy-egy játékost, és akkor megvizsgáljuk, hogy az a játékos hogy illeszkedik a meglévő csapatmaghoz, és kölcsönösen van vétójogunk. Tehát én sosem igazolok úgy játékost, hogy azzal a vezetőedző ne értene egyet, és hát nyilván fordítva is igaz, tehát a vezetőedzőnek sincs módja úgy játékost hozni a csapathoz, hogy azzal én ne értenék egyet, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy jön egy név, és akkor azon van egy vita, hanem az történik, hogy felvetődik egy név, és akkor megpróbálunk minél több tulajdonságot hozzárendelni ehhez a névhez, ehhez a játékoshoz. Nyilván itt van egy csomó szakmai érv, amik a videón látszanak, és van egy jó néhány olyan érv, amik nem látszanak a videón, hiszen a meglévő csapatmaghoz kell rendelni. És akkor ebből születik meg egy ilyen közös bölcsesség, ami mindig, mióta én az eszemet tudom, mióta a csapatot építek, azóta mindig közös. Fiatalokat, Sopron tehetségeket mennyire nehéz, mennyire lehet beépíteni, mert azt gondolom, hogy van ilyesfajta tudatosság, látni lehet, hogy azért vannak tehetségek. Hosszú távon kell bennük gondolkodni, és nagyon nagy türelemmel kell lenni velük, és azt gondolom, hogy a befektetett munka az most jelen esetben kifizetődik, és látszik, hogy meghálálják ezeket a játékperceket és ezt a lehetőséget, és az a legörömtelibb, hogy nagyon komoly felelősséget is vállalnak. A csapatnak mindig minden helyzetre tudni kell reagálni, és azt gondolom, hogy most jelen esetben mi ezt tesszük, és borzasztóan büszkék vagyunk rájuk, és kíváncsian várjuk, hogy vajon ez a fejlődési út, ez vajon meddig vezet. Egy biztos, hogy a szorgalmukkal és az alázatosságukkal nincs probléma, és bízom benne, hogy ezt tovább fog szépen íválni felfelé. Mire lehet jó ez a keret? Bajnokság elején járunk, de azért már van tapasztalat. Nem tudjuk, mert még nincs együtt a keret. Ez egy olyan év, ahol szerintem még úgy a magyar bajnokságban, mint az Euroligában nem látszanak a valódi erőviszonyok. Senki nem tudja, hogy a Sopron mire lesz képes az idén, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy a riválisaink. Ez elsősorban abból adódik, hogy nálunk sérültek vannak, más csapatoknál is, és nálunk is várjuk azokat az amerikai játékosokat, akik a tengeren túli bajnokságot most fejezik be, vagy már befejezték, csak még nem érkeztek meg. Én azt hiszem, hogy legalább 2 hónapot kell várni arra, hogy a valódi erőviszonyok kirajzolódjanak. Az pedig nagyon sok idő, addig még nagyon sok fog történni. Szóljunk az Euroligáról, amit szintén nagyon jól elkapott a csapat, de mondhatjuk azt, hogy ugye messze még a vége, de ez mindenképpen jelent egy nagy motivációt mindenki számára, hiszen a legrangosabb európai kupasorozatról beszélünk. Valóban így értük meg. Várakozásokkal teli volt az ezt megelőző időszak. Ahogy már korábban említettük, nyilván sérültek sajnálatos módon tarkították ezt a periódust. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem temetkeztünk ebbe a problémába, hanem igyekeztünk jól kezelni és megoldani, és pont emiatt tekintünk az Euroliga kezdésre nagyon értékes produkcióra, mert 2 mérkőzést idegenben nyerni, úgy, hogy a fiatal játékosaink nagyon komoly szerepet töltöttek be. Én azt gondolom, hogy erre joggal lehetünk büszkék, a helyén kezeljük, és továbbra is a munka lesz a legfontosabb, amit el kell végezzünk. Úgyhogy összességében nyilván próbáljuk ugyanezt az utat járni, és meglátjuk, hogy ez majd milyen eredményekben testesül meg.
És én azt gondolom, hogy a szakmai stábnak, meg az ügyvezető igazgatónak is már előre kell tekintenie azért a bajnokságok, meg a kupasorozatok menetére. Gondolok itt arra, hogy ugye tavaly a koronavírus járvány közbeszólt, buborék tornákat rendezett Sopron, tehát biztos megvan a forgatókönyv, hogy az idei szezon nagyjából hogy néz ki, mit tervez a klub, akár nemzetközi porondon. Szervezési, rendezési dolgokra így gondolsz? Van, vagy, így van, vagy akár máshogy is, tehát hogy készül erre a, hát még nem mindennapi helyzetre a klub, mert még tudjuk, hogy még mindig itt van a járvány, tehát valamilyen forgatókönyvnek biztos kell lennie. Hát alapvetően most a forgatókönyv az, hogy fókuszáljunk azokra a játékosokra, akik rendelkezésünkre állnak. És próbáljunk meg kizárni minden olyan külső körülményt, ami hátráltat bennünket. Magyarul házon belül nagyon minimálisan beszélünk azokról a külső körülményekről, amik hátráltatnak bennünket, és minden energiánk azon van, hogy a rendelkezésre álló játékos állománnyal menjünk előre. Én azt hiszem, hogy ez egy jó példa, ugye egy pillanatfelvételnél tartunk, hiszen nagyon nehéz most értékelni, egy megkezdett bajnokságnak a legelején vagyunk. Nem is tudom pontosan hány forduló ment le a magyar bajnokságból, talán 5-2 az Euroligából, tehát nem ez a 7 mérkőzés, ez nem egy olyan nagy szám, amiből messze menő következtetéseket lehetne levonni. Abból viszont igen, hogy amit mi elterveztünk, magyarul, hogy a rendelkezésre álló játékos állományból egy adott edzésen vagy egy adott mérkőzésen hozza ki a csapat a maximumot, azzal azt hiszem, hogy maximálisan egyetértek azzal, amit a Gáspi mond, minden oldalról elégedettek vagyunk, és ez a fontos, hogy erre koncentráljunk, és megmaradjon továbbra is az a hitünk, hogy aki van, abból főzünk, és abból hozzuk ki a maximumot. Ez zajlik most jelen pillanatban, küzdelem minden téren. És egy örömteli hírről be tudunk számolni, hogy ismételtem majd a soprani csarnok rangos kosárlabda tornának ad otthont, ugye? Így van. 2022-ben is rendezhetünk a FIBA döntése értelmében a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége támogatásával egy nagyon komoly tornát. Újra lesz U20-as Európa-bajnokság 16 csapattal július 9-től 17-ig. És annak mi vagyunk a házigazdái. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy most már 7 éve, 2015 óta folyamatosan olyan kapcsolatot építettünk ki a FIBA-val, aminek az eredményeképpen egy nagyon rangos európai csúcskosárlabdázó rendezvényt tudunk tartani Sopronban. Igen. Én egyébként így titkon arra akartam utalni, hogy remélhetőleg az Euróliga sorozat is úgy fog menni a csapatnak, hogy akár bármi legyen itt Sopronban, akármilyen rendezvény. És hogyha már utánpótlás válogatottról tettünk említést, akkor szeretném megkérdezni itt a szövetségi kapitányt, hogy mi újság azon a fronton az utánpótlás terén? Az U20-as utánpótlás alapvetően az idei szezontól már nem én fogom betölteni ezt a posztot, úgyhogy ez most már nem aktuális ez a kérdés ellen esetben. Ja, köszönöm szépen, tehát akkor a figyelem most akkor abszolút a Sopron Basketre irányul, és a soprani darazsokat is azért be fogjuk hívni természetesen, de én azt gondolom, hogy akkor el lehet mondani, hogy itt van egy nagyon jól működő akadémiai rendszer, amely az országban mondhatni egyedülálló, és amelyből tud építkezni folyamatosan Sopron Basket. Tegnap több mint 1000 néző volt kint ezen a mérkőzésen a Győr ellen, és nekem óriási nagy öröm volt látni azt, hogy a közönség mennyire szereti ezeket az akadémista fiatalokat, amikor pályára kerülnek. Az utolsó 3 percben 5 akadémistánk volt a pályán a Győr ellen, és nem a hibákat kereste a közönség, hanem azt, amit mi is szeretünk ilyenkor látni, vagy a szakmai stáb, a darazsak, az akadémiának a vezetése, az edzői kara szeret látni, hogy 5 fiatal bontogatja együtt a szárnyait, kapják a pálya széléről az edzői instrukciókat, és bizony azt a 3 percet is megnyerjük velük. Ami óriási nagy büszkeség, és egyben többet mond minden szónál az, hogy milyen szakmai munka folyik nálunk, hogy 5 akadémistánk tud egyszerre a pályán lenni egy NB1-es mérkőzésen, és jól teljesít.
azt gondolom, hogy ennél nagyobb szó nincs is, és ezt a szurkolók is értékelik. Én egy nagyon sikeres szezont kívánok minden téren, Euróliga bajnokság meg a Magyar Kupa kapcsán is, és az eddigi mérkőzésekhez is gratulálok. További jó munkát, köszönöm szépen Gáspár Dávidnak, a Sopron Basket vezetőedzőjének, illetve Török Zoltán ügyvezetőnek, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük. Mi is nagyon szépen köszönjük. A bajnokság egyetlen nyeretlen csapata, a Hübner Nyíregyháza utazott a tartalékos Sopron KC együtteséhez. A hazaiaknak nem sikerült a kulcsjátékosok pótlása, így 82-90-es vereséget szenvedtek. Két szép támadással indult a találkozó, a soproniaknál Ford zsákolt nagyot, míg a Nyíregyháza első kosarát Anda centerezése jelentette. Jobban kezdtek a vendégek, Kis és Johnson talált utat a gyűrűig. Rendezte sorait az SKC, vissza is vette a vezetést. Sok labdát adott el a játékrész végén a Sopron, amiből egyre jobban kezdett ellépni a Nyíregyháza. Továbbra is sokkal lendületesebben kosárlabdáztak a vendégek, az összes szabad labdát ők szerezték meg, ráadásul sok leindításos kosarat is szereztek, míg a soproniaknak gyakran kellett végigküzdeni támadásaikat is. Úgy tűnt, hogy életjeleket mutat a Sopron a negyed közepén, ám Kis Benedek 2-3-ast is elsüllyesztett egymás után, majd betörésből is eredményes tudott lenni, 39-48-al zárult az első két negyed. A fordulás után hamar meglett a közte 13 is, ami az addigi legnagyobb különbséget jelentette. Halász küzdött nagyod a soproniaknál, de rendre jött a válasz a Nyíregyházától. Remekül kosárlabdáztak a vendégek, miközben egyre jobban kezdett szétesni a Sopron. A záró etap elején már a 20-at is átlépte a különbség, de ezen még tudott szépíteni a Sopron. Akárhányszor felcsillant volna azonban a hazai remény, vagy jött egy eladott labda, vagy könnyű kosarat szereztek a vendégek. Szinte a semmiből ébredtek fel a hazaiak a fiatal csendes Péter tripláival, a 20-ról 8 pontra zárkózott a Sopron 2 perccel a vége előtt. Johnson dobhatott 2 büntetőt, jól is célzott a vonal mögül, innen már nem engedték ki a győzelmet a kezükből a vendégek, a szezon során először nyert a Nyíregyháza. Minden játék elemben még jobbak voltak. Mi próbáltunk valamit csinálni, de mai napon a küzdelemen kívül nem sokat mutattunk. Nagyon baszantó és nagyon nagy különbség volt a védekezésben. Azt gondolom, hogy először azt meg kell nézni, hogy a festekben való kapott pontokat miért ilyen nagy a különbség. De megmondom, hogy az ellenfel máma jobban játszott, és teljesen megérdemelten nyerte a meccset. A Sopron KC legközelebb vasárnap játszik meccset, a Novomatic Arénába a Pécsi VSK látogat. Átadták az új futballöltözőt Fertőr Ákoson, a korszerű létesítmény 106 millió forint önkormányzati támogatás és TAO finanszírozásból valósult meg. A Fertőr Ákosi Sportegyesület közel 80 sportolót foglalkoztat, akik már örömmel használják az elkészült öltözőt. Majoros Zoltán, az egyesület elnöke úgy fogalmazott, az együttes régi, korábbi létesítménye már nem felelt meg a modern kor elvárásainak. Hosszú-hosszú időket, hát úgymond telt el, amire hát hála Istennek a kormány ezt a TAO-t bevezette, és a TAO-n belül lehetett pályázni. És akkor pályáztunk rá a polgármesterünk segítségével, meg a Tóka József segítségével, aki nekünk töltötte fel a TAO-nkat. És hát egy 2 évvel ezelőtt lett igazából már olyan kép róla, hogy valami lehet is, tehát hogy lesz ebből valami. És 2 évvel ezelőtt az alapkő letétel után aztán felgyorsultak a folyamatok. A település önkormányzata jelentős mennyiségű őrésszel támogatta a létesítmény megépülését. Palkovics János polgármester a helyszínen hangsúlyozta, régi álmot sikerült megvalósítani. Nyilván az ember belegondol, nem egy egyszerű dolog, hiszen 106 millió forint ennek a költsége.
és megpróbáltuk a pályázatot úgy irányítani, hogy TAO-s támogatással azért csökkentsük a költségeket, hiszen az önkormányzatnak ennyi szabad felhasználású pénze nincsen. És így jutottunk el oda, hogy végre a mai nap átadásra kerül ez az új épület, ami a mai kor igényeinek megfelel minden szempontból, hiszen nagyon modern felszereléssel van ellátva, és van egy helyiségük is a sportolóknak, ahol közösen a mérkőzés után még meg tudják, vagy akár az edzések után is meg tudják beszélni a dolgokat, nem kell szétszéledni, vagy akár kocsmába menni, hanem ez egy olyan hely, ahol a közösséget jobban össze lehet hozni. Az eseményen köszöntött mondott Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, igazi futballünnep a mai nap. És sokkal jobb körülmények között tudnak a fiatalok és a felnőttek sportolni Fertő Rákoson. Településen szeretik a futballt, és szeretik a sportokat, nagyon sokan sportolnak és tesznek az egészséges életmódért. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos előrelépés, és fontos az, hogy a minden településen lehetőleg jobb körülményeket teremtsük meg azok számára, akik sportolni akarnak. Az ünnepség végén pedig a futball sem maradt el. A Fertő Rákos a Fertő Széplak gárdáját fogadta. Az öltöző avatás jól sikerült, 3-0-ra diadalmaskodtak a hazaiak. Most pedig nézzük a hét sportprogramjait. A Sopron Basket az Euroligában a Skióval mérkőzik meg csütörtökön. A Svacsa a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a Moson-Magyaróvár második csapatával csap össze. Az NB3-as SC Sopron pedig a Gárdony-Agárd gyógyfürdővel. Férfi kosárlabda is lesz vasárnap, a Sopron KC a Péccsel küzd meg hazai pályán. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak, kövessenek minket a Facebookon és az Instagramon is, Sopron Média néven. További jó szórakozást kívánunk, mindent bele, hajrá Sopron!